Az Európai Unión belüli migráció intenzitását a közép- és kelet-európai országok 2004-es uniós csatlakozása nagyban megnövelte. 2013-ban például már 10 millió munkavállalási korú uniós állampolgár élt állampolgárságától eltérő tagországban. Mindenféle számok meg szoktak jelenni, amik néha ellentmondanak egymásnak, mert ugye elég nehezen mérhető ez a dolog. Magyarországon ezt a OEF társadalom biztosításból tudjuk mérni, vagyis ha valaki bejelenti, hogy ő külföldön van társadalom biztosítása, és Magyarországon ezt szünetelteti, akkor tudjuk, hogy ő külföldre vándorolt, külföldön dolgozik. 2010-ben összesen 7000 jelentették be, hogy külföldre mennek dolgozni, addig ez tavaly 2015-ben 33000 volt majdnem ez a szám. Úgyhogy majdnem meg ötszöröződött. Persze elképzelhető, hogy vannak, akik ezt nem jelentik be, vagy később jelentik be, úgyhogy ez egy alsó becslésnek mondható. Még mindig sokan élnek és dolgoznak illegálisan külföldön, így a hivatalos statisztikákban ők nem szerepelnek. Ezt hivatott felszámolni, hogy a külföldi munkavállalás évről évre egyre könnyebb, sokan már egyedül kezdik el az ügyintézéseket. Persze vannak olyan hálózatok, cégek, amelyek segítik a külföldre vágyókat. A nyíregyházi Trenkwalder irodában arra hívják fel a figyelmet, sok olyan eset volt és van is, amikor a munkaközvetítő vagy tanácsadó pénzt kér a leendő munkavállalótól. A kormányrendelet tiltja azt, hogy ilyen jellegű szolgáltatásért bárki pénzt kérjen el. Ha bárki pénzt kér, akkor gyanakodjon a munkavállaló, ugyanakkor, ha iratokat kérik el a munkavállalótól, személyes iratait, akkor szintén gyanakodjon, készüljön ezekből is fénymásolatokkal, hisz azok is elfogadhatók adatszolgáltatás terén. Nem érdemes odaadni sem útlevelünket, sem személyigazolványunkat letétben, mert ezekkel visszaélhetnek. A felmérések azt mutatják, a nyugat-európai országok és az Egyesült Királyság még mindig kedvelt célpontok, a képzeletbeli dobogó első fokán azonban Németország áll. Amit lehet látni, hogy Egyesült Királyságban inkább a fiatalabbak, egyedülállók magas iskolai végzettséggel mennek, vagy egyetemi végzettséggel, addig Németországban, meg Ausztriában, meg inkább jellemző, ha egy kicsit későbbi korosztályok, szóval már ilyen 40 év fölöttiek is akár, sokszor házasok, inkább férfiak, akár alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, akik a szakmunkásként vagy szakképzettekként helyezkednek el Németországba. A 27 éves Tünde Újfehértón élt, Nyíregyházán közgazdasági szakközépiskolában tanult, majd a Gyöngyösi Főiskolát választotta. Netes videóbeszélgetésünkkor elmondta, 3 éve él Angliában, korábban eladóként, most pedig már helyettes vezetőként dolgozik egy londoni üzletben. Mint boltvezető helyettes, a magyar pénzben átszámítva körülbelül 600000 forintot keresek. Ez jóval több, mint mondjuk itthon, egy hasonló munkakörbe gondolom. Hát gondolom én is, nem tudom, otthon még soha nem dolgoztam ilyen munkakörben, valószínű. Milyen végzettséged van, Tünde? Főiskolai közgazdász diploma. Ám a külföldi lét nem olcsó, az albérlet árak nagyon megterhelik a dolgozók pénztárcáját. Például egy szobát bérelünk a párommal, tehát ez egy ilyen három szobás lakás, két fürdőszobával, tehát mi egy olyan szobát bérelünk, amihez fürdőszoba is tartozik, és egy szoba egy hónapban majdnem 800 font. 800 font, tehát ez körülbelül egy ilyen majdnem 300000 forint. A külföldön élők többsége azt mondja, bármilyen céllal is vállal valaki külföldön munkát, a legelső és legfontosabb az idegen nyelvtudás.